Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Ma a művészetről fogunk beszélgetni, mivel hogy a művészet a kimondhatatlan tolmácsa, és én egy tolmácsnőt kértem fel, hogy ossza meg velünk gondolatainkat, életét, Lőrinc Zsuzsa, a Vörösmarty Színház dramaturgia, színész, rendező, szerző, a rendező munkatársa, minden, a mindenes. És a mindenségről fogunk beszélgetni, hiszen meg kell, hogy ismerjük ebben a beszélgetésben egy varázslatos ifjúhölgy pályakezdését. Mert nyilvánvaló, hogy aki ilyen sokszínűen képviseli az alkotó tevékenységet, a színházi munkát, az írást, az már, én azt gondolom, hogy az általános iskolában is van egy kicsi magkezdemény, ami nagyon-nagyon fontos. Hogy volt ez veled? Hát én erdélyi falusi lány vagyok, és Kadicsfalván születtem egészen pontosan, és hát az a kettősség, amiben ott én éltem, azt gondolom, hogy ez abszolút meghatározza az életemet és a lényemet. Egyrészt diktatúrában voltam gyerek, tehát gyerekként is pontosan lehetett érzékelni azt a feszültséget, ami ebből adódott, meg sorbanállások, egyenruha, pionírlét, minden borzalom. Másrészt meg egy kis falu, nagy család, összetartó közösség. Hát mi olyan játékokat játszottunk, amit most már csak néprajzi lexikonokban felelhető, folklór kincs. Az, hogy mi elvesztettem zsebkendőztünk, meg bújbújzöld ágasztunk, és a főúton korcsolyáztunk. Szóval volt ebben valamilyen fura tündérország. Igen, ezt megtapasztaltam Kallós Zoli bácsinál Válaszúton, amikor megidézte, hogy ő is találkozott olyan játékokkal, amelyek teljesen elmúltak és elvesztek. Igen, igen. Viszont nyilvánvaló, hogy a szárnybontogatásod is elkezdődött valamikor. Igen, na hát nekem az általános iskolában volt egy, én világéletemben borzasztóan rossz diák voltam, nagyon rossz, olyan, akivel én biztosan semmit nem tudnék kezdeni, és mégis úgy hozta az élet, hogy mindig volt valaki, aki nem tudom miért a szárnyai alá vett. Az általános iskolás osztályfőnököm magyar irodalom tanár is volt, a Nagy Ilona tanárnő, valamiért nagyon szeretett engem, és én őt imádtam, és ő meghatározó az életemben. Ő olyan irodalomórákat tartott a diktatúrában is, úgyhogy magasról tette az előírt tantervre, és egy-két soros verssel foglalkoztunk hetekig, vagy egy regénnyel egy hónapig, és olyan irodalomórákat tartott, ami később nekem szerintem még egyetemista koromban sem volt ilyen olyan iskolai élményem, egy teljesen más világot nyitott meg előttem. Ő volt az általános iskolai irodalomtanár, és ez már meghatározta azt, hogy én elkezdtem olvasni, elindított az önkeresés, meg a világfelfedezés útján persze, úgy mindenestől. A középiskola mit hozott neked? Hiszen nyilván akkor már kezd tudatosulni egy mindenkiben, hogy mit szeretne kezdeni a későbbiekben. Igen, hát én nagyon nem találtam magam a gimnáziumba, és aktívan, és minden szabályt megszegve próbáltam kideríteni, hogy merre visz a fuga. És ott is akkora mázlim volt, hogy az osztályfőnököm, a Sándor Mária, nem tudom miért, de még akkor is megvédett, amikor a saját anyukám jött fel a gimibe, hogy elvisz engem cipészinasnak, mert sose lesz belőlem semmi, mert én csak olvastam inkább a szomszédos temetőbe, mint hogy bementem volna a gimnáziumba, borzasztó voltam. De nagyon kerestem, hogy tudtam, hogy van egy utam, és én nekem azt meg kell találni. Iskola újságot szerkesztettem, meg szavalóversenyekre jártam, szóval azért voltak ilyesfajta iskolai tevékenységeim, csak úgy lázadtam mindenféle tanrend meg tanmenet ellen, és arra voltam kíváncsi, hogy én nekem személyesen miről szól az élet, vagy nem is tudom, ilyen nagy szavakat mondok. Tehát tudatos voltál bizonyos értelemben. Bizonyos értelemben csak igen, másként, csak felelőtlen. Csak és némiképpen felelőtlen. Igen. Viszont azt gondolom, hogy jó tanítómestereid lehettek, hiszen ha nem is egyenes út vezet nyilvánvaló a Babes bójaira, de azért az meghatározó gondolom, hiszen akkoriban Kolozsvár a világ közepe volt. Még mondhatom azt,
és mert ez ma is így van, hogy a magyarországi fiatalok számára is vonzó a Babes Bolyai. Igen. Hát engem felvettek rögtön gimnázium után, pedig én nem voltam arra még akkor felkészülve. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy szerencsétlenségemre rögtön felvettek 18 évesen Kolozsvárra az egyetemre. Nem kellett volna, semmilyen szinten nem voltam felkészülve, és nem tudtam feldolgozni azt, ami ott velem történt. Egy olyan osztályvezető tanárunk volt, aki hát elképesztő fura módszerei voltak, és hát engem gyakorlatilag tönkretett. Nekem több mint 10 éven bekerült az egyetem után, hogy összekalapáljam magam. Ő volt Bolyér Ferenc? Igen. Igen. És nem azért, mert gonosz volt, vagy rossz volt. Ő azt mondta, hogy a színész le kell bontani, a gyereket le kell bontani, meg kell semmisíteni, és majd mi felépítjük újra, és akkor, ha ezt nem bírja, úgyse fogja bírni a pályát. Ő ezt mondta, ő ezt elvből csinálta, nem azért, mert gonosz volt, és engem bántani akart, de ezzel együtt engem tönkretett. Ezen kívül voltak szuper tanáraink, a Spolarics Andreával fantasztikus volt dolgozni, vagy a Bíró Józseffel, vagy hát elképesztő előadásokat láttam. Mert a kopasz énekesnőt, a UNESCO darabját, azt konkrétan tudtam kívülről, szóró-szóra. Vagy az Ibussárt játszották akkor a Panek Katival a főszerepbe, azt is kívülről tudtam, a képmutatók cselszövése. Tehát annyira emlékszem arra, hogy milyen előadások voltak ott, és milyen fantasztikus dolgokat láttam ott a színpadon, és láttam, hogy ez az, ezt kellene csinálni, és ehhez képest volt egy osztályunk, ahol a tanárunk minden nap porba alázott, de olyan szinten, amikor már nem tud az ember megszólalni sem, meg semmi. Szóval egy nagyon szerencsétlen színész sorsból dobbantottam. Igen, annál is inkább, hiszen az évezred utolsó esztendejét éltük. Igen. És akkor irány Temesvár. Tehát azért nyilvánvaló, hogy azt elfelejtetted, de mi fogadott Temesváron? Hiszen hát az egy jeles színház, egy olyan szakmai műhely, ami fontos. Én Kolozsvárról tulajdonképpen akkor ismertem meg egyetemista koromban a férjem, és én tulajdonképpen onnan már belé kapaszkodva menekültem el, vagy ő menekített el abból a helyzetből, és akkor együtt mentünk Temesvárra. Ami hát nem volt az sem egy túl szerencsés helyzet, ott is volt fantasztikus előadás, amiben játszhattam a Viktorián Frunzának a Lorenzácsója, ami nagyon nagy élmény volt, hogy abba beugróként de részt vehettem egy pár turné erejéig, meg hát nyilván ott is tapasztaltam sok mindent, meg aztán Veszprémben is, csak valahogy én miután kikerültem a színházba, azt éreztem, hogy vagy így visszanézve legalábbis olyan egyenes útnak tetszik az, hogy ahogy én elvesztettem a reményt abban, hogy a színészi lét annyira kiszolgáltatott és annyira esetleges, hogy engem ez egyre jobban borzasztott, hogy én ezt nem akarom csinálni, nem akarok üres darabokba riszálni, meg tapsra, sikerre, nem érdekelt, meg akartam váltani a világot, és nem láttam, ebben hogy ez hogy... Ebben szerepe volt a férjednek is? Nem. Hiszen ő a maga szakterületén egy ismert és kiválóság volt, már akkor is. Igen. Igen, az nem volt könnyű egyébként mellette pályakezdő lenni, hogy mindig tudjam függetleníteni magam tőle, hogy ne hozzá képest, hanem magamhoz képest tartsak az életemben ott, ahol tartok. Ez egy külön csata volt amúgy, és hát persze ő is megvívta a magáét, addigra már nagyon sok mindenen túl volt, amikor én még ott keresgéltem, hogy akkor most színész leszek, vagy nem leszek. Tehát eljött az a pillanat végül is a lányom születése után. Volt, amikor azt mondtam, hogy én ezt befejezem teljesen, tehát ez kész, én abba hagyom a színházat. Nagyon büszke voltam magamra, hogy meghoztam ezt a fantasztikus döntést, csak hát fogalmam sem volt, hogy mit csináljak. És a Bereményi Géza mondta akkor egy beszélgetéskor, hogy indítanak egy forgatókönyvíró képzést a Közép-Európai Egyetemen, és szerinte ott a helyem, én azt nagyon élvezném, menjek oda. Hát én az általános iskola óta nem írtam, csak naplót maximum, eszembe se jutott, hogy az íráshoz bármi közöm van, filmíráshoz még úgy sem, filmrendezéshez, de hát tényleg úgy voltam, mert annyira semmi nem volt, próbáljuk ki.
És akkor végül elmentem erre a kurzusra, ami fantasztikus volt, szuper tanárokkal, nagyon jó csapat alakult, és hát az egyik kis házi feladatra írott kiskönyvemből le is forgattuk az Ünnep című filmet együtt a csapat, az Enyedi Ildikó biztatásával a Duna műhelybe. Dursz György volt a producer, és hát az egy szuper élmény volt, és rengeteget tanultam belőle. Ezzel együtt megállapítottam, amikor kész lett a film, hogy én nem ez az utam, tehát én nem leszek filmes. Én sose tudna olyan vakhitem lenni a saját tehetségemben, hogy nekem ezen a pályán jó sorsom legyen. Oda olyan kitartás kell, és olyan nem is tudom, hát ezt én nem tudom csinálni. De nem volt ez keserűség, amúgy ez szimpla megállapítás volt, és nagyon örülök, hogy azt a filmet megcsináltam, mert olyan dolgokat tanultam meg belőle, amit sehol máshol nem tanultam volna meg. És aztán ezzel a csapattal együtt maradtunk, és csináltunk mindenféle íróiskolát, síráíróiskola, minden, ott találkoztam a Kárpáti Péterrel, aki visszaadta hitem a színházba, elkezdett hívni, csak improzni, aztán Pitbull cselekedetei, és akkor már írtam is, és rendeztem is, és akkor ott találtam magam, hogy a nagy szakítás után most már nem csak színész vagyok, hanem most már mindent csinálok, és nyakig a színházba ismét. De ezek fontos pillanatok mindenképpen, hiszen megérthetted, hogy mindenre képes vagy. Tehát tulajdonképpen kimondtad, hogy azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, és mi mást akarok, mint hogy égjen. Ugye ez a Püspök atya jelmondata, de attól függetlenül illik a te pályádra mindenféle értelemben. És hogy jött a dramaturgia? Hiszen az mikor érezted azt, hogy megérkeztél, hogy ez kell neked? Én soha nem éreztem azt, hogy megérkeztem, most sem. Illetve most azért érzem azt, hogy meg vagyok érkezve, konkrétan Fehérvárra vagyok megérkezve a munkakörömbe, de pont azért, mert annyiféle. Tehát annyifélét csinálhatok. Itt lehetek dramaturg, lehetek rendező, lehetek színházi nevelési kísérleteket végzek. Tehát nagyon-nagyon sok mindent csinálok, és mielőtt bármiben kiégnék, jön a következő izgalmas feladat. Vagy írok is közben. Egyébként ennek ez a mindent csinálunkban benn van az a veszély, hogy és akkor igazán egyiket se jól. Szóval ez azért mindig ott motoszkál, hogy most akkor mindenhez kapunk, ahelyett, hogy egyet csinálnánk is, azt nagyon jól. De hát lehet, hogy aki egyet csinál, annak meg az a baj, hogy miért nem csinál többet, nem tudom. Mielőtt a dramaturg pályafutásáról beszélünk, essék szó a férjedről, aki sajnos már nem lehet velünk. Róla tudni kell, hogy egy fantasztikus zeneszerző, zenei vezetőt ismerhettünk meg benne, aki már a Sepsiszentgyörgyi időszakban is fantasztikus dolgokat tett, hiszen 1975-ben kezdődött a pályája Sepsiszentgyörgyön, és hát ugye 2001-től ott immáron Magyarországon a Veszprémi Petőfi Színház zenei vezetőjeként dolgozott. És hát nehéz erről beszélni, tudom, de hát ő már nem lehet köztünk. Igen, hát nem is tudom, hogy mit tudok erről mondani igazából. Van két gyönyörű gyerekünk, amikor meghalt a férjem, akkor én gyakorlatilag egy ilyen zombi létbe csöppentem, nekem több mint 5 év kiesett az életemből, amikor konkrétan, mint egy marionett figurát a fizikai testemet az agyam tette-vette. Végeztem a dolgomat, mert hogy két gyereket fel kell nevelni, de hát teljesen halott voltam belül, és nem hatott rám semmi, se én kifele, se befele, se, csak mint egy robotpilóta. És olyan érdekes, hogy ez pont egyébként a tavaly teljesen váratlanul, mert én nem gondoltam, hogy ennek vége lesz őszintén, azt gondoltam, hogy ez most már ilyen. És így a tavaly elkezdett váratlanul visszajönni belém az élet, és ott azon kaptam magam, hogy hú, megint ez a mesefigura vagyok, aki Kadicsfalváról gyökeresztethető, és aki megint lángol, és ég, és akar, és nagyon, nagyon fura volt ezzel szembesülni, hogy mondtam, hogy jó, ezt így most... De hát én ilyen old school vagyok, én hiszek a sorsszerűségbe, hiszem, hogy mindenki megkapja, ami jár, előbb-utóbb, meg nem onnan, ahonnan várja, nem akkor, amikor várja, de mindenki megkapja, hiszek abban, hogy nincsenek véletlenek.
hogy mindig van magyarázat, akkor is, hogyha nem értjük, hogy mi a magyarázat, vagy hogyha félreértelmezzük, de igazából azt hiszem, hogy a félreértelmezés is jobb, mint a rálegyintés valamire. Meg nagyon fura, mert most mondok két jelenetet, amikor én a 86-ba, 7-be a Kadicsfalvi hintán a nővéreimmel üvöltve énekeltük a magyar himnuszt, és vártuk, hogy akkor most elvisznek minket a szekusok. Vagy az én fiam az első kerületi iskolai megnyitón énekeli a magyar himnuszt, akkor a kettő közt csak 20 év van, és hány világ? És mi minden történt? Mi minden. Hogy azt áthidalni, hogy ő neki az ne csak történelem legyen, én nekem ne falanszter, annyira kibillent a világ, és olyan az iram, hogy ezt egészségesen, szellemileg, lelkileg egészségesen követni, azt gondolom, hogy akkora kihívás. Tehát ebbe a zajba, amiben mindenki ordít, beszél, hőbörög, mindenkinek véleménye van, mindenki pörög valamin, már az is nehéz észrevenni, hogy olyan dolgon pörgünk, amihez lehet, hogy semmi közünk, és ez nem csak felesleges, hanem esetleg ártunk is vele. Tehát, hogy a tisztaságodat, a szakmai alázatodat viszont meg tudtad őrizni a nehéz időkben is. Igen, én azt hiszem, ez kiírthatatlan. Ezzel most már így jártam. Csak az arányokat lenne jó megtalálni ebbe a mesebeliségben és a való életben. Én mindig valaminek a határán vagyok, mindig vagy túl belevetem magam valamibe, vagy nem veszem észre, hogy ott van a határvidékek és a szellemi, fizikai, lelki, mindenféle határ helyzetek izgatnak amúgy is, biztos nem véletlenül, hogy Bodor Ádám a kedvenc író. Igen, csak nehezen küzdök ezekkel. Mielőtt elmélyülnünk a dramaturgi munkádban, a pályafutásodban, egy kicsit menjünk el 2010-be, hiszen Bereményi Gézához kell visszatérnünk, a Badzika. Én azt gondolom, hogy az az ősbemutatóra felkapta a fejét mindenki. Hiszen Bereményi Géza segített abban, hogy az általad megírt történet színre kerüljön és sikert arasson. Igen, sőt, ő dalszövegeket is írt ahhoz az előadáshoz. És hát nekem nagyon sok kellemes, vagy hogy is mondjam, tehát így siker volt végül is, jó kritika született róla, sokan dicsérték, és valahogy nekem mégis mindig olyan elégedetlenség érzésem volt azzal. Egyrészt első rendezésem volt, tehát ott sem voltam toppon, meg az írásban is olyan nagyon... Fú, nekem azzal nagyon-nagyon sok bajom van, őszintén. Tehát én mindig ilyen kritikus vagyok magammal. De megerősítést jelentett a siker ennek ellenére? Igen, igazából kedvet adott, hogy menjek tovább, hogy csináljak jobbat. Hogy igen, igazából ez. Székesfehérvár. Tehát megérkeztünk most a Vörösmarty Színházba. Ez fontos volt számodra, hogy olyan értelme otthonra talál? Nyilvánvalóan tudjuk, hogy egy dramaturg 100 helyen dolgozik, ahova invitálják, és ráadásul a szakmaiságodat elismerve téged nagyon sok helyre hívnak. Tehát ezt tudjuk. Viszont Székesfehérváron vagy otthon ebben az értelemben? Hát én most nagyon megérkeztem, igen, bár ezt olyan nehéz ilyet mondani, aki vidéki színházaknál dolgozik, tudjuk, hogy nagyon nehéz otthont teremteni, mert változik a vezetőség, változik a mindenféle helyzet, és az emberek vándorolnak a vidéki színházakból, egyik színházból a másikba. Én olyannyira otthon éreztem magam itt, hogy az is felvetődött bennem, hogy leköltözzünk, próbáltam a lányomat rábeszélni, hogy nagyon jó iskolák vannak itt, én tudom, Fehérváron, de nem sikerült megdumálnom. Úgyhogy én Pestről járok le továbbra is. De hát persze, ez egy abszolút kivételes helyzet, mert nem csak az, hogy az ország egyik legjobb társulata van itt, a színpadon látszó embereket illeti, hanem a háttérben is olyan energiák és olyan tehetségek vannak, ami azt gondolom, hogy nagyon ritka, és áttételesen ez is látszik a színpadról. Igen, hát azt nézzük, hogy a Szikora Éra 2012-ben elhozta nekünk azt, hogy volt, most már ugye Iván nincs, Hargita Iván, de három
ifjú rendezőként, ifjú, fantasztikus tehetségű Bagó Bercit, Horváth Csabát és Hargita Ivánt. Emellett nagyon sokan jönnek, mint tudjuk, vendégrendezőként is. Emellett itt van, ha azt mondom, hogy Gáspár Sándor, Tolladányi Júlcsig, Kovács Tamásig. Tehát minden korosztály képviselteti magát, és nagyon sok színű az a paletta, amelyet a színház képvisel. És úgy gondolom, hogy valóban ez most egy óriási áttörés volt. Milyen volt ezt megélni belülről dramaturgként, hiszen számtalan darabnak voltál a dramaturgia, amelyek kult darabok lettek, így utólag mondhatjuk. Nagyon jó, én nem is annyira dramaturgként definiálnám magam, vagy hogy a legfontosabb szerepem a színházban, hanem a színházi nevelés is. Ez izgat igazán a gyerekek, a diákok kapcsolódása a színházhoz, és az nem mindegy, hogy csak úgy behúzzuk őket a színházba, mert sokféleképpen be lehet őket húzni, hanem hogy annak a kapcsolódásnak mi a minősége, az az én felelősségem is, az nagyon fontos. És a gyerekek életében azt gondolom, hogy meghatározó és pótolhatatlan az, amit a színház tud számukra nyújtani, ugyanakkor a színház számára is kihagyhatatlan az, ahogy a gyerekek visszahatnak rá. Tehát az nagyon fontos, hogy azt ők hozzák a hitet, a bátorságot, a merészséget, a kreativitást, az új szemszöget, amivel inspirálnak minket, hogy a saját munkánkat is kicsit másként lássuk. Tehát ez fantasztikus dolog, és mi mindig azt gondolom egy kicsit, hogy úgy nézem tehát azért szeretem ezt a munkát, mert ezekben a gyerekekben azt látom, ahogy én felvételiztem annó egyetemre. Igen, a szakmai vezetőként ez megerősítést jelent neked nyilvánvaló. Arról nem is beszélve, hogy azok a darabok, amelyek a gyerekekhez is szólnak természetesen, mint a Fém, a Diótöröcske és most a Padlás. Én azt gondolom, hogy példa arra, hogy milyen népszerű is lehet a színház, pedig azt mondják, hogy ebben a felgyorsult világban, ahol most már csak az online tér a fontos a fiatalok számára, ez kiderül, hogy nem egészen így van, csak tenni kell érte. Uh-huh. És ebben ti élen jártok. És ez nagyon jó. Igen, igen. Hát az Atlantis program, ami egyre bővül, és hát egyre több kifogyhatatlan, és folyamatosan új ötletek merülnek fel, hogy mi mindennel lehetne még kísérletezni. Most osztálytermi előadást is csinálunk a gyerekekkel, meg beavató előadásokat, színházi nevelési előadásokat. Tehát minél inkább bevonni őket a színháznak a működésébe, és hát hagyni, hogy tanuljanak, és éljenek vele, és mi meg tanuljunk tőle. Ugye te úgy fogalmaztál nem is olyan régen, hogy a fiatalok önkeresési folyamatában segítséget tud nyújtani a dráma. Ezt mondtad ugye a koronázási szertartási játék keretén belül, amikor elindult az a program, hogy a fiatalok, a Kárpát-medencei fiatalok színjátszótáborban vehettek részt itt Fehérváron. Ez kapcsolódik mindenképpen, és ez folytatódhat? Tehát ez tudatos? Persze, ez abszolút tudatos, és ez folytatódni is fog, és igen, vannak terveink a jövőre nézve is, hogy és hányféleképpen vonjuk be a gyerekeket a színház életébe. No, a színházról már beszéltünk, de egy kicsit menjünk el a jövőbe. Tudom, hogy az álmokat nehéz megfogalmazni egy olyan tudatosan élő valakihez, mint aki te vagy, tehát egy alkotó emberhez, de van olyan, ami hiányzik még, amit mindenképpen szeretnél megvalósítani. Ami egy olyan álom, aminek van azért realitása is. Vagy kapva kapsz az alkalmon egy-egy felkérésre, és abból szeretnél a legtöbbet kihozni. Igazából nem is tudom. Tehát, hogy persze szeretném azt csinálni, igazából szeretném azt az érzést a jövőbeni, mindegy, hogy milyen munkámban, hogy érezzem, hogy fontos, amit csinálok, mert dolgoztam úgy, hogy tudtam, hogy nem fontos, amit csinálok, és nagyon rossz érzés. Tehát, hogy az a hit, az meglegyen mindig, hogy ez fontos, és hogy ennek értelme van, amit csinálok. És hogy azt én találtam ki, vagy felkérésre, vagy valaki hívására történt, az mindegy. Csak ott igazán tudja kapcsolódni, és hasznos tudjak lenni. Tehát fogunk látni mosolygós szemmel? Persze. Mindig mosolygok. Tehát akkor megérkeztél. Igen.
Köszönöm szépen. Köszönöm. Megtiszteltél bennünket, és hát bízom benne, hogy a következő időszakban is olyan előadásokat láthatunk, ahol bebizonyosodik, hogy az az elv, amit te képviselsz, az igenis itt ebben a 21. században is jó és követendő példa. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Lőrinc Zsuzsa volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra.